Tisztelt tévénézők, kedves érdeklődők, köszöntöm Önöket Balaton-Szászon Nagyközség Önkormányzata nevében. Dr. Vancsakovszky Gábor vagyok, a pénzügyi bizottság vezetője. Szeretném Önöket tájékoztatni nagyközségünk gazdálkodásáról és aktuális pénzügyi helyzetéről. A beszámoló aktualitását az adja, hogy az idegenforgalmi szezon végével már látjuk a legfontosabb számadatokat, a bevételek, a kiadások és a legfontosabb adónemek tekintetében, amelyek tulajdonképpen leginkább befolyásolják az önkormányzat gazdálkodását és pénzügyi helyzetét. Nézzük a számokat. Az önkormányzathoz 2023. augusztus 31-ig 943.031.071 forint bevétel folyt be. Ide tartoznak a működési célú támogatások, a közhatalmi bevételek, vagyis az egyes adónemek, a működési bevételek, valamint az átvett és felhalmozott pénzeszközök. A helyi adóbevételek a tervezethez képest 76%-ban teljesültek 2023. augusztus 31-ig. Az önkormányzat működésre 516.232.016 forintot fordított, amely tartalmazza a dolgozók bérelemeit és járulékait, a zavartalan működéshez szükséges kiadásokat, vagyis a közüzemi díjakat. Beruházásra és felújításra 16.862.182 forintot fordított az önkormányzat. Nézzük az önkormányzat bankszámláinak egyenlegét. 2023. augusztus 31-i állapot szerint az önkormányzat saját bankszámlájának egyenlege 120.917.338 forint. Az elkülönített pályázati bankszámlán 310.788.952 forint van. Ez így összesen együtt 431.706.290 forint pénzeszközt jelent. Meg kell említenem, hogy településünkre ez ideig soha ennyi elnyert pályázati pénz még nem érkezett. Kérem, senki ne gondolja, hogy ez a pénz csak úgy ide pottyant a faluba. Komoly, precíz munka előz meg minden egyes benyújtott pályázatot, és talán még komolyabb utómunka szükséges minden egyes megnyert pályázat esetében a végigvitelhez. Október 9-ével a megye lezárja a közbeszerzést az óvoda és a bölcsőde felújítására és energetikai korszerűsítésre kiírt pályázatot, így a nyertes kivitelező kiválasztása után megkezdődhetnek a munkálatok. A művelődési ház felújítására kiírt közbeszerzést szintén a megye felügyeli. Az idei turisztikai szezon végével hasonlítsuk össze, hogy alakultak a strandbevételek az elmúlt években. Szeretem a grafikonokat, mert sokkal szemléletesebbek, mint a száraz pénzügyi adatok. Ebből a grafikonból kitűnik, hogy eltekintve a 2019-es szezontól folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak a bevételek. A pesszimista előrejelzések ellenére az idei nyár az eddigi legnagyobb árbevételt és bruttó nyereséget produkálta. Hogy ez hogy is történhetett? Egyrészt a strandbelépők ára megemelkedett a szezon kezdetre, de ez csak részben járult hozzá a növekedéshez. Ne felejtsük el, hogy a Mikszáth Kálmán utcai központi strandunk immár sokadszorra 5 csillagos minősítést kapott. És azt se felejtsük el, hogy nincs sikeres szezon az ott dolgozók lelkiismeretes munkája nélkül. Mindezek, valamint egy tudatos, spórolós gazdálkodás eredményezte a vártnál magasabb árbevételt, annak ellenére, hogy tavasz óta folyamatosan emelkedtek az árak. Talán még szemléletesebb az oszlopdiagram, ahol jól látszik az egyes évek kiadásainak és nyereségének összehasonlítása. Az oszlopdiagram zöld része mutatja az aktuális év nyereségét, a szürke pedig a hozzátartozó kiadást. Ebből az látszik, hogy idén a polgármester úr jól meghúzta a nadrágszíjat a strandkiadások tekintetében. Önkormányzati bevételek szempontjából lényeges adó nem az idegenforgalmi adó is. A 2023-as év idegenforgalmi adójáról most még csak tájékoztató jellegű adatok állnak rendelkezésünkre, hiszen a bevallás folyamatos. Ez a mostani 20.035.132 forint a 2023. augusztus 31-i állapotot tükrözi. Önkormányzatunk gazdasága biztonságos, a pénzügyi helyzetünk stabil.
Sajnos a jelenleg is magas infláció miatt továbbra is számolnunk kell az áremelkedéssel. Vegyük például a néhol már a 700 forintot is meghaladó üzemanyag árakat, amelyek folyamatos emelkedése nem csak az önkormányzat, hanem az egész ország gazdaságára is kihat. Az áremelkedések miatti többletkiadások nem tervezhetők előre, ezért fontos az önkormányzat tartalékképzése. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy bár megfelelő tartalékokkal rendelkezünk, szükség van arra, hogy az önkormányzat odafigyeljen a kiadásaira. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a szükséges és fontos beruházásokon fog spórolni az önkormányzat, hiszen több önköltséges felújítás és beruházás is napirenden van. Önkormányzatunknak továbbra sincs tartozása, nincs adóssága, nincs hitele. A sikeres pályázati munkáknak köszönhetően több nagyszabású beruházás indul, illetve fejeződik be a közeljövőben. Ennek az lesz a következménye, hogy településünk vagyona tovább gyarapszik. Fontosnak tartjuk, hogy a nagyvilágban zajló események következményei ellenére is meg tudjuk őrizni ezt a fajta fejlődést és gyarapodást. Köszönöm, hogy meghallgattak!